Üdvözlök mindenkit, Liza vagyok, ez itt a Végig Sima. Ez alkalommal a darázs mintakötését nézzük meg körben, kiegészítve olyan fogyasztással, amely sapkakötése esetén is az utolsó pillanatig megőrzi a minta szépségét. Kötöttem egy mini sapkát darázs mintával, körben kötve, előtte néhány sor egyszer egyes patent mintát, amit olasztán felszedéssel és két sor csővel indítottam. Így most az arányok nem biztos, hogy a legszerencsésebbek a patent minta és a fő minta között, de itt most nem is ezen van a hangsúly, hanem a minta körben kötésén, ami természetesen az oda-vissza kötött minta alapján viszonylag könnyen átültethető körben kötésre, de a ráhajtások helyzete egy kicsit változik körben kötés során, úgyhogy érdemes ezt külön is megnézni. És a hozzátartozó három soron keresztül tartó fogyasztás, ami valóban nagyon szép eredményt ad, az utolsó pillanatig megőrzi a minta szépségét sapka kötésénél. Nagyon picike ez a sapka, de még ezen is látszik, hogyha a darázs mintát a patent mintával azonos szemszámon kötjük, akkor a darázs mintához érve a sapkánk kiszélesedik, kibővül. Ha tetszik ez a hatás, akkor természetesen lehet így hagyni, de ha például egy férfi sapkát kötünk, és nem akarjuk, hogy ennyire nagyon kibővüljön, kiszélesedjen, akkor azt is szokták javasolni, hogy a patent minta utolsó sorában legyen az 1x2-es, 2x2-es bármilyen, néhány szemkötése után 2-2-t kössünk össze, ezzel csökkentve azt a szemszámot, amivel majd indulunk a darázs mintával. Arra kell csak vigyáznunk, hogy a darázs minta induló szemszáma páros legyen, hiszen a minta egysége két szem. Ki lehet próbálni, ilyen kis mintán akár, hogy hogyan tetszik jobban, milyen hatást szeretnénk vele elérni. Én itt azonos szemszámon folytattam, és látszik ez a kiszélesedés, kibővülés a mintához érve. Ennél a pici sapkánál két fogyasztási kört nézünk majd meg, de természetesen, ha nagy emberi méretű sapkát kötünk, akkor akár több ilyen fogyasztási körre is szükség lehet, és ezeket nem feltétlenül rögtön egymás után kell elvégeznünk, hanem két-két fogyasztási kör között lehet egy mintaegységnyi, azaz négy sornyi mintát kötni változtatás nélkül, vagy nem négy, hanem nyolc sornyi mintát, két mintaegységnyit magasságban. A darázs mintakötését oda-vissza sorokkal már nagyon részletesen megnéztük egy másik videóban. Ennek a linkjét majd megtalálhatjátok alul a leírásban, illetve most a képernyőn is. Érdemes esetleg ezt feleleveníteni, és utána megnézni a körben kötött változatot, és akkor teljesen egyértelművé válik, hogy miben tér el a kettő, mire kell odafigyelni. Én most nagyon kis szemszámon kötöttem, Magic Loop-pal, de természetesen emberi méretű sapkát kötve nagyon kényelmes a 40 cm-es körkötőtű, és majd csak a fogyasztásokhoz áttérni, vagy Magic Loop-pal kötni, vagy pedig zokni harisnyakötőtűkkel. Indultam tehát olasz szemfelszedéssel, két sor csővel, egyszer egyes patent mintával, és innen kezdjük majd együtt megnézni, hogy hogyan is kötjük körben a darázs mintát. Kötöttem néhány sor egyszer egyes patent mintát, olasz szemfelszedés és két sor cső után. Most indulunk a nulladik alapozó sorral, amit értelemszerűen csak egyszer kötünk. Ehhez kötünk egy fordított szemet, majd a következőt ráhajtással átemeljük.
A szem mellé fektetjük a fonalat, alá szúrunk bele a szembe, mintha fordítottat kötnénk, és így együtt eltemeljük. Egy fordított következik. Következő szemet ráhajtással eltemeljük. Így haladunk végig. Ez volt tehát az első alapozó sor. A nulladik alapozó sor után indulunk a minta első sorával. Itt ugyanígy, mint az oda-vissza kötésnél, látunk majd dupla szemeket, illetve szimplán álló szemeket. Kezdődik egy szimpla szemmel, amit át fogunk emelni a tőre, úgy, hogy a fonal elől van. És ez után teszünk egy ráhajtást a tőre. Ez jelentős különbség az oda-vissza kötéshez képest. Tehát először átemeljük a szemet fonal elől, és utána jön a ráhajtás. A következő dupla szemet pedig azzal együtt, hogy igyekszünk a ráhajtást megfogni, itt tartani a tűn, a következő dupla szemet fordítottan kötjük. A szimpla szemet tehát először átemeljük úgy, hogy a fonal elől van, és utána teszünk egy ráhajtást a tűre. A dupla szemet fordítottan összekötjük. A szimpla szemet, ami fordított most, fordítottnak mutatkozik, átemeljük fonal elől, majd egy ráhajtás a tőre, a dupla szemet pedig fordítottan összekötjük. Fonal elől átemel, ráhajtás, két szem fordítottan össze. Átemel úgy, hogy fonal elől, majd ráhajtás, két szem fordítottan össze. Fonal elől, ráhajtás, két szem fordítottan össze. Fonal elől, ráhajtás, két szem fordítottan össze. Fonal elől, ráhajtás, két szem fordítottan. Fonal elől, ráhajtás, két szem fordítottan. Fonal elől átemel, ráhajtás, két szem fordítottan összeköt. Megyünk tovább ugyanígy, még mindig az első sorban. A szimpla szemet tehát átemeljük úgy, hogy a fonal elől van.
Tehát szimpla szemetet emeljük fonal elől, majd teszünk egy ráhajtást a tőre, a dupla szemet fordítottan összekötjük. Szimpla szemet eltemeljük fonal elől, majd ráhajtás, két szemet fordítottan összekötjük. Szimpla szemet eltemeljük fonal elől, majd ráhajtás, kétszer fordítottan össze. Fonal elől, ráhajtás, kétszer fordított. Fonal elől, ráhajtás, fordított. Fonal elől, ráhajtás, fordított. Fonal elől, ráhajtás, kétszer fordítottan. 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 Ez volt tehát a minta első sora. A második sor következik, ami nem fog különbözni az oda-visszakötés sorától. A ráhajtásokat ugyanúgy átemeljük majd fonal hátul, a többi szemet pedig simán kötjük. Itt látjuk, hogy a ráhajtás előtt egy sima szemünk van. Egy sima szemmel kezdünk tehát, a ráhajtást átemeljük fonal hátul. Két sima szem következik. Ráhajtást átemeljük fonal hátul. Két sima. Ráhajtást átemeljük fonal hátul. Két sima. Ráhajtást átemeljük fonal hátul. Két sima. Ráhajtást átemeljük fonal hátul. Így haladunk végig. Egy sima, a második, majd a következő tűn lesz. Itt a sima szemünk, a második. Ráhajtást átemeljük fonal hátul. Két sima, ráhajtást átemeljük fonal hátul, így végig. És a sor végén van egy sima szemünk. Ez volt a minta második sora. A harmadik sor következik, ahol újra dupla és szimpla szemeket látunk. Dupla, szimpla, dupla, szimpla, dupla. A dupla szemeket fordítottan összekötjük, a szimpla szemeket átemeljük fonal elől, és utána teszünk egy ráhajtást.
Indulunk tehát a harmadik sorral, ami egy dupla szemmel kezdődik. Ez számunkra azt jelenti, hogy fordítottam, összekötjük. Szimpla szemet átemeljük fonal elől, és aztán teszünk egy ráhajtást a tőre. Következő dupla szemet fordítottan összekötjük. Szimplát átemeljük fonal elől, ráhajtás, duplát fordítottan összekötjük. Szimplát átemeljük fonal elől, majd ráhajtás, duplát fordítottan összekötjük. Így haladunk végig. Itt a ráhajtásra vigyázzunk, hogy ne vesszen el. Dupla következik, fordítottan összekötjük. Szimplát átemeljük fonal elől, ráhajtás. Kettőt fordítottan összekötjük. Kettő fordítottan össze, egy szimpla szemünk maradt a végére, átemeljük fonal elől, ráhajtás. Ez volt a harmadik sor. A negyedik sor következik, ahol a ráhajtásokat átemeljük fonal hátul, a többit simán kötjük. Itt. Az elején most lesz egy. Sima szemünk. És még egy. Ráhajtást átemeljük fonal hátul. Két sima. Ráhajtást átemeljük fonal hátul. Két sima. Így haladunk végig. Egy sima. Még egy sima. Ráhajtást átemeljük fonal hátul. Jövünk a másik tőre.
Egy sima. Még egy sima. És utána jön a ráhajtás, átemeljük fonal hátul. Egy sima. Két sima. Ráhajtást átemeljük fonal hátul. Ne hagyjuk, hogy a ráhajtás megelőzze a két sima szemet. Mindenképpen két sima szemünk következik egymás után, és aztán a ráhajtás fonal hátul. Ez volt tehát a negyedik sor. Ezzel a négy sorral megkötöttünk egy mintaegységet magasságban, a továbbiakban ezt ismételjük. Kötöttem még néhány sort a négy soros mintaegységet ismételgetve, és mondjuk, hogy elértünk a pici sapkának arra a pontjára, ahol elkezdhetjük a fogyasztást. A fogyasztás első sorát érdemes abban a páros sorban kezdeni, ahol két sima szemünk van a ráhajtás előtt. Ezt a két sima szemet a fogyasztás első sorában tehát nem külön-külön fogjuk simán kötni, hanem ezt a két szemet simán összekötjük. A ráhajtást ugyanúgy átemeljük fonal hátul. Két sima szemet összekötjük. Ráhajtást átemeljük fonal hátul. Így haladunk végig. A második sima szemet ki kell szabadítani a ráhajtás előtt, tehát két sima szemet összekötünk, és utána a ráhajtást átemeljük fonal hátul. Folytatjuk a másik tűn. Két sima szemet tehát összekötünk, első számból simán, ráhajtást átemeljük fonal hátul.
néha meg kell küzdeni a ráhajtással, hogy elengedje a második sima szemet. Itt is látjuk, a ráhajtás megelőzte a második sima szemet. Itt vissza kell állítani azt a sorrendet. Először a két sima szem jöjjön, amit összekötünk simán, és aztán a ráhajtást átemeljük fonal hátul. Ez volt tehát a fogyasztás első sora. Nézzük a fogyasztás második sorát. Látjuk, hogy párba rendeződtek a szemek, egy sima és egy ráhajtás van párban. Az első párt úgy fogjuk kezelni, mintha ez egy sima szem lenne, és úgy indulunk, ahogy a szokás szerint ezt a sima szemet, ami most egy pár, de úgy kezeljük, mintha egy darab sima lenne. Átemeljük úgy, hogy a fonal elől van, majd teszünk egy ráhajtást a tűre. A következő dupla szemet pedig fordítottan összekötjük. Ezt ismételjük végig. Ezt a következő párt egy sima szemként kezeljük, átemeljük úgy, mintha egy sima szem lenne fonal elől, teszünk egy ráhajtást a tűre, a következő kettőt pedig fordítottan összekötjük. Itt a ráhajtásunk. Fordítottan összekötjük. Következő dupla szemet egy sima szemként kezeljük, átemeljük fonal elől, majd egy ráhajtást teszünk a tűre, következő két szemet fordítottan összekötjük. Következő párt, mintha egy sima szem lenne, átemeljük fonal elől, ráhajtás, következő kettőt fordítottan összekötjük. Következő párt egy sima szemként kezeljük, átemeljük fonal elől, ráhajtás, következő párt fordítottan összekötjük. Ugyanígy a másik tűn is. Az első párt sima szemként kezeljük, átemeljük fonal elől, ráhajtás, következő párt, fordítottan összekötjük. Sima szemként átemeljük, fonal elől, ráhajtás, következő kettőt fordítottan összekötjük. Egy sima szemként átemeljük, fonal elől, ráhajtás, következő kettőt fordítottan összekötjük. Egy sima szemként átemeljük fonal elől, ráhajtás. Következő kettőt fordítottan összekötjük. Egy sima szemként átemeljük fonal elől, ráhajtás. Következő kettőt fordítottan összekötjük. Ez volt tehát a fogyasztás második sora.
A fogyasztás harmadik sorához értünk, ahol a minta szerint azt kell kötnünk, hogy a ráhajtásokat átemeljük fonal hátul, a többi szemet pedig simán kötjük. Itt következik majd egy ráhajtás, előtte egy sima szemünk lenne, de mivel az előző sorban úgy kezeltünk egy dupla szemet, mintha egy sima lenne, ezért ezt most össze kell kötnünk simán első szálból. Van tehát egy sima szemünk, majd jön a ráhajtás, amit átemelünk fonal hátul. Van egy sima szemünk, és újra egy sima szem jön, de megint csak egy olyan sima szemként kezelt dupla szemhez érkeztünk, amit most össze kell majd kötnünk. És így lett két sima szemünk a két ráhajtás között. Ráhajtást átemeljük fonal hátul. Van egy szimpla sima szemünk, majd újra jön egy olyan sima szem, amit előbb egyként kezeltünk, de kettő volt. Most összekötjük, lett két sima szemünk, és újabb ráhajtás fonal hátul. Egy sima, még egy sima, de ezt össze kell kötnünk, mert előbb szimplaként kezeltük a duplát, és ráhajtást átemeljük fonal hátul. Egy sima, még egy sima, de össze kell kötnünk. Ráhajtást átemeljük fonal hátul. Van egy sima szemünk. Majd még egy a ráhajtás előtt, de ezt össze kell kötnünk. Ráhajtást átemeljük fonal hátul. Egy sima, még egy sima, de ezt össze kell kötnünk. Ráhajtást átemeljük fonal hátul. Egy sima, még egy, de ezt össze kell kötnünk fonal hátul. Egy sima. Még egy, ezt összekötjük fonal hátul. Egy sima. Még egy, össze kell kötnünk, ráhajtást átemeljük fonal hátul, és még van egy sima szemünk. Ez volt tehát a fogyasztás harmadik sora. Ezzel a három fogyasztási sorral elértük azt, hogy a következő sor pontosan úgy néz ki, mint bármelyik szokványos sor, amit most úgy kezdünk, hogy kettőt fordítottan összekötünk, az egyedülálló szemet átemeljük fonal elől, majd teszünk egy ráhajtást, kettőt fordítottan összekötünk. Ezután köthetünk tetszőleges számú sort a következő fogyasztásig, még egy fogyasztási kört esetleg, újabb tetszőleges számú sor, újabb fogyasztás, vagy a vége felé közeledve egészen egyszerűen csak kettesével is össze lehet kötni a szemeket. Nézzük meg a következő sort, még hogy hogyan is kötjük. Tehát, ahogy eddig mindig haladtunk, a dupla szemet fordítottan összekötjük, szimplát átemeljük fonal elől, és egy ráhajtás. Kettőt fordítottan összekötjük, átemeljük fonal elől, ráhajtás, fordítottan összekötjük, átemeljük fonal elől, ráhajtás. Így haladunk a kör végéig.
körben értem a soron minta szerint kötve, és a következő sorunk újból egy olyan páros sor, ahol két sima szemmel indulunk, tehát a legjobb alkalom arra, hogy egy újabb fogyasztási kört végigcsináljunk. Most vagy rögtön fogyasztunk, vagy kötünk négy sort, és mikor négy sor után érünk ehhez a páros sorhoz, amelyik két sima szemmel kezdődik, akkor fogyasztunk majd. Nézzük meg most még egyszer rögtön a fogyasztást, a két sima szemet tehát. Összekötöm első szálból simán, ráhajtást eltemelem fonal hátul, két sima szemet összekötöm első szálból simán, ráhajtást eltemeljük fonal hátul, kettőt össze simán, ráhajtást eltemeljük fonal hátul, végig így a soron. A fogyasztás második sorához értünk, ahol dupla szemeket találunk, de az elsőt úgy fogjuk kezelni, mintha egy szimpla sima szem lenne. Eltemeljük fonal elől, ráhajtás, következő két szemet viszont szokás szerint fordítottan összekötjük. Következő dupla szemet újra egy szimpla simaként kezeljük. Átemeljük fonal elől, ráhajtás. Következő kettőt fordítottan összekötjük. Így haladunk körben. A fogyasztás harmadik sorához értünk, ahol a ráhajtásokat eltemeljük fonal hátul, a többi szemet simán kötjük. Ezt simaként kezeltük, pedig dupla szem volt, tehát most össze kell kötnünk simán. Ráhajtást eltemeljük fonal hátul. Van egy sima szemünk, és még egy jön majd, amit szintén szimplaként kezeltünk, de dupla volt, ezért most össze kell kötnünk simán. Megvan a két sima szemünk, ráhajtást átemeljük fonal hátul. Így haladunk végig. Elkészült a fogyasztás három sora, és a negyedikre újra úgy rendeződtek a szemek, hogy nyugodtan minta szerint köthetünk, tehát kettőt fordítottan összekötünk, következőt átemeljük fonal elől, ráhajtás. Az ezt követő páros sor pedig ismét egy olyan lesz, ahol két sima szemmel indulunk, tehát egy újabb jó alkalom arra, hogy akár egy harmadik fogyasztási ciklust is végigcsináljunk. Ennél a pici sapkánál én már tovább nem fogok haladni, de természetesen minél emberibb méretű a sapka, annál több ilyen fogyasztási ciklusra lehet szükség, és nem is feltétlenül közvetlenül egymás után kell ezeket végezni, hanem megkötjük a fogyasztás három sorát, jön ez a sor, és újra kötünk négy sort addig a páros sorig, amelyik két sima szemmel indul, és ott fogyaszthatunk újra. De akár a két fogyasztási sor között nem csak négy, hanem nyolc sort is köthetünk, ha nem akarjuk nagyon hirtelen fogyasztani a sapka tetejét. Minden esetre az elvet megnéztük, és azt is látjuk, így áthúzom a damérra a megmaradt szemeket, jobban meg tudjuk nézni, hogy a fogyasztások alkalmával a minta nagyon szépen megmarad. Érdemes tehát így végezni a fogyasztást ennél a mintánál.
megőrizve az utolsó pillanatig annak a szépségét, még a fogyasztások során is. Ha hasznosnak találtátok ezt a videót, kérlek, lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ezt eddig már megtette. Remélem, hamarosan találkozunk, addig is jó kötést kívánok mindenkinek.